Hát innen is gratulálunk még egyszer a vizes lányainknak a bajnoki aranyéremhez, és hát bízunk benne, hogy tovább épül a csapat, és továbbra is sikeres lesz majd. Mi pedig lépjünk tovább a témáinkban, a stúdió témáinkat most a nyelvi modul választással fogjuk folytatni. A témának stúdió vendége pedig Gál Krisztina, a Modern Nyelvek Intézetének képviseletében. Talán először egy picit váltsunk szót a Modern Nyelvek Intézetéről. Mutassa már be ezt az intézetünket, hogy tulajdonképpen mire jött létre, miért jött létre. Köszöntöm én is a kedves nézőket. Legfontosabb célkitűzése az intézetnek ebben az évben, hogy népszerűsítse ezeket a nyelvi modulokat, amelyeket most meghirdetünk a következő szemeszterre. 50 kreditás modulok vannak angol és német nyelvből, illetve francia nyelvből van most egy üzleti modulunk, ez 21 kreditás. Úgyhogy ezt is bátran ajánljuk azoknak a hallgatóknak, akik valamilyen formában már tanultak korábban idegen nyelvet. Ezek a modulok mennyiben másak, mintha egyszerűen beiratkozik valaki egy nyelvtanfolyamra és tanul? Hát az egyik legfontosabb dolog, hogy azért itt egyetemi, illetve főiskolai tanárok oktatnak, tehát mindenképpen az oktatásnak a színvonala azért ugye tudjuk, hogy sokkal jobb. Illetve ami nagyon fontos, hogy a diplomába kapnak egy betétlapot erről a hallgatók, hogy részt vettek egy ilyen modulon, és hát a munkaerőpiacon mindenféleképpen előnyt élveznek azok a hallgatók, akik tudnak valamilyen idegen nyelven. És ma már azt kell, hogy mondjam, hogy egy idegen nyelv nem elég, tehát legalább azért 2-3 nyelven illene tudni a hallgatóknak, úgyhogy ezt mindenképpen fontosnak tartjuk, és az intézet megcélozza azokat a hallgatókat, akik most modulválasztás előtt állnak, tehát a BA, illetve BSC képzésben résztvevő hallgatókat. Erről beszéltek a héten egy fórumon. Milyen volt a fórum hangulata, Krisztina? Mutasson be egy ilyen hangulatot, hogy képzeljük el? Abszolút interaktív módon zajlott ez a tájékoztató, tehát egy kötetlen beszélgetés formájában zajlott az amerikai Kuckóban, a Liceumban. Voltak érdeklődők, leginkább az angol szakot, illetve az angol modulokat. Arról szerettek volna tájékoztatást kapni a hallgatók. Egy-két hallgató volt a francia, illetve német érdekeltségben is. Nagyon jó hangulatban telt összességében. Tehát én azt gondolom, hogy választ kaptak a hallgatók azokra a kérdésekre, amikre szerettek volna. Részt vettek rajta a tanszékvezetők, illetve az intézet igazgatója és dr. Thomas Cooper. Modulokról beszélünk egy nyelven belül is. Miben különböznek ezek a modulok? Miben más, hogy többes számba használjuk? Hát minden szakból egyetlen egy modul van, tehát angol 50 kreditás modul, német 50 kreditás modul, illetve francia üzleti modul 21 kredit értékben. Kiemelném a francia modulunkat, hiszen ez kifejezetten az üzleti kommunikációra épít. Tehát azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik mondjuk azt tervezik, hogy valamilyen francia érdekeltségű cégnél szeretnének elhelyezkedni. Tehát nekik különösképpen ajánljuk. Egyébként kis csoportos foglalkozások, gyakorlatorientált képzések, úgyhogy a nyelvfejlesztés szempontjából is tökéletes, illetve a szakszókincset is nagyon fejlesztik ezek a modulok. Szintén vizsgával zárul egy ilyen modul befejezése, vagy pedig ez annyi, hogy elvégzi, és kap egy papírt? Ugyanúgy végződik, mint a főszakosaknál, tehát ugyanúgy vizsgák vannak fél évenként a tárgyakból. Nagyon sok szabadon választható tárgy van például, tehát akik felveszik ezeket a modulokat, nagyrészt megválaszthatják azokat a tárgyakat, amelyeket szeretnének tanulni. Milyen tárgyak vannak így nyelven belül? Nagyon, nagyon érdekes új kurzusokat is hirdettek meg az angol, illetve a német tanszék, amerikai filmtörténettel kapcsolatos, amerikai zenével kapcsolatos kurzusokat, úgyhogy megcéloztuk egyébként a sportszervező és a testnevelőedzős hallgatókat is, illetve sporttörténetet is lehet tanulni, természetesen idegen nyelven. Mi a céljuk ezzel, hogy ilyenfajta képzést indítanak? Mennyire illeszkedik be ez egyébként egy normál menetű képzésbe? Abszolút beleilleszkedik, tehát én azt gondolom, hogy egyre inkább igény van az idegen nyelv használatára is, a munkaerőpiacon is, illetve a továbbtanulást illetően is. Másrészt azért tartjuk fontosnak, mert a diplomához szükséges ugye nyelvvizsga, és
sokkal hasznosabb, hogyha a hallgatók a főiskolán belül tanulják ezeket az idegen nyelveket, sokkal költségesebb egyébként, hogyha egy nyelvtanfolyamra elmennek, vagy egy külön tanárhoz. Itt most álljunk meg akkor egy pillanatra, ha jól értem, akkor ez pótolja a nyelvvizsgát, a helyet van, vagy fölkészít rá? A nyelvvizsgát természetesen nem pótolja, viszont felkészít nyelvvizsgákra is, tehát azok a hallgatók is igénybe vehetik ezeket a modulokat, akik szeretnének nyelvvizsgát tenni. Vannak természetesen lektorátusi, úgynevezett idegen nyelvi tárgyak is, hiszen azoknak a hallgatóknak, akik nem rendelkeznek nyelvvizsgával, kötelezően 4 fél évig kell tanulniuk valamilyen idegen nyelven, tehát azokat is ajánljuk. Jelenleg az intézményünkben angol, német, francia, orosz, illetve kínai nyelven lehet egyébként tanulni. Meddig lehet jelentkezni ezekre a kurzusokra? Május 31-e a jelentkezési határidő, és a Neptunban tudnak jelentkezni a hallgatók ezekre a modulokra. És akkor, hogy kedvet csináljunk a leendő hallgatóknak is, akik majd eztán fognak jelentkezni, hogyan jellemezné a hangulatot, ami kialakult ezen az információs délutánon, amikor tájékoztató hangzott el ezekről a modulokról? Tehát mit tapasztaltak a hallgatók, hogy viszonyultak hozzá? A hallgatók nagyon nyitottak voltak, hál' Istennek, és nagyon barátságos volt a hangulat, tehát az oktatóink közvetlenek, és segítik azokat a hallgatókat, akik esetleg még idegenkednek az ilyen moduloktól. Nem kell félni egyébként tőle, tehát mindenkit arra biztatunk, hogy bátran jelentkezzenek. Nem kell, tehát nem feltétel a nyelvvizsga a belépéshez, de egy középfokú nyelvtudás, középszintű nyelvtudás szükséges, akik esetleg le van maradva, azokat is segítik az oktatók. Tetszettek hallani, kedves főiskolai hallgatók, érdemes jelentkezni, nagyon meggyőzően hangzottak, amit elmondottak. Köszönöm szépen a tájékoztatót, hogy elmondhattuk mindezt, és hát kívánom, hogy minél többen zavarják önöket jelentkezésekkel minden nap, mert hiszen valóban így van, amivel kezdtük, hogy a nyelvek nélkül ma már nem tud lépni az életben sem a munkaerőpiacon. Köszönjük, hogy befáradt a stúdióba, és hát mi pedig ajánljuk a nézőknek a hallgatóink által készített programajánlót, mit láthatnak, mit hallhatnak ezen a hétvégén, mire érdemes elmenni.